Balázs és édesanyja már a szerződést is aláírták ahhoz a támogatáshoz, amelyet a fiú a következő fél évben kapni fog. Az újhelyi önkormányzat egyik ösztöndíj pályázatából azok a tanulók részesülhettek támogatásban, akik tanulmányaikat nappali tagozaton az általános iskola 5.-8. osztályában vagy a középiskola 9.-10. osztályában folytatják, és előző fél éves tanulmányi átlageredményük legalább 4 egész volt. A pályázatok elbírálásában előnyt jelentett az iskolán kívüli tevékenység, vagy a megyei és országos tanulmányi versenyeken való részvétel. 20 szorgalmas, tehetséges újhelyi diák nyert havi 10.000 forint támogatást. Aki most nem nyert és pályázott, vagy lemaradt az információról, ne csüggedjen, lesz folytatás. Következő fél évben is kiírásra kerül. A tavasz folyamán szeretnénk újra meghirdetni, úgyhogy érdemes figyelni majd. A város honlapján is megjelenik, az M-Train TV képújságában is megjelentetjük a kiírást, illetve az iskolákat is értesíteni fogjuk a továbbiakban is. És minden fél évben, egészen 2020-ig egészen biztosan minden fél évben újra lehet pályázni. Balázs 7-es, de tudja, mi szeretne lenni. Német tagozatos iskolába jár, és szereti az informatikát. Tanulmányaihoz ezért is jól jött a segítség. Én a Kazinci iskolába járok, 7. osztályos vagyok, és az informatika a kedvenc tantárgyam, és a kerébe szeretnék tovább tanulni. Szorgalmas tanuló, jó gyerek, és tudjuk hová hasznosítani ezt az összeget, amit kap ösztöndíjként. Laptopot fejleszteni is az informatika terén, hogy még jobb tanuló legyen. Az ösztöndíj pályázat a következő tanév végéig, vagyis 2020 júniusáig biztos megmarad. Ezért érdemes folyamatosan figyelni a város honlapját, onnan letölthetők az adatlapok, illetve televízión képújságában, híreiben is szintén megjelentetjük az új kiírásokat.